Sziasztok, srácok! A mai videóban Rubik kockázni fogunk, és megmutatom nektek, hogy úgymond csinálok egy tutorial videót, hogy hogy rakjátok ki. Már először is kezdjük az alapokkal. Látjátok, itt van a fehér oldal, és először egy keresztet kell kihoznunk belőle. Látjátok, hogy ebből már három tag megvan, akkor keresünk egy ilyen, vagy itt állót, vagy itt állót. Most látjátok, hogy pont itt van, akkor ezt egyszerű mozdulattal így felhozzuk, és már ott van. És akkor itt van ez a másik, és akkor ezt úgy csináljuk, hogy így. Így. Utána. Így. Így. Így kettőt, és fel. Látjátok, hogy megvan ez a kereszt. Látjátok? Itt van. Akkor most kezdjük a másik résszel, hogy látjátok, hogy itt vannak ezek, és ezeknek, hogy például itt van a narancsárga, ennek itt narancsárgának kell lennie. Akkor itt megkeressük a narancsárgát, látjátok, itt van, és kettő mozdulattal átfordítjuk ide. Látjátok? És akkor keresünk még egyet. Itt van ez egy piros, és ide is kell egy piros, látjátok, itt van. Akkor elforgatjuk így, és akkor megvan kettő stimmelő. Ha ez így megvan, akkor megfogjuk azt az oldalt, aminek úgymond nincsen így összehelyettesítve. Ezt kettő mozdulattal le, ezt így, ezt fel, utána ez vissza jobbra, és fel. És látjátok, már mindegyik oldal stimmel. Akkor most jön az, hogy be kell helyeznünk itt a sarkokat, a fehéreket, úgymond. Látjátok, hogy itt vannak színek a fehéren, és akkor azokat a színű oldalakat kell megkeresni. Akkor például most itt van, hogy zöld-piros, akkor arra az oldalra rátekerjük, látjátok, hogy itt van zöld-piros, itt van, és akkor ez egy, hogy hívja? Ez egy algoritmus, és ezt így kell behelyezni, hogy elfordítjuk, lefordítjuk, visszafordítjuk, és fel. És látjátok, már van egy ilyen halacska féle. Na, akkor most jön a másik, látjátok, narancsárga, kék. És akkor most megkeressük a narancsárga kéket, és ugyanazzal az algoritmussal jobbra, le, balra, fel. Látjátok, már egy pillangunk van. Na, viszont, hogyha itt van egy fent itt a sarkán, akkor ezzel úgy csináljuk, hogy itt van ez, és így, 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 fel. Látjátok, már itt van lent. És akkor ezt is behelyezzük, mert itt van a piros kék, itt van a piros kék, és behelyezzük, ahogy mutattam. És itt van, hogy narancsárga zöld, oda forgatjuk, látjátok, itt van, és így, azzal az algoritmussal, amit mutattam. De bocsánat, csak közbe akad, és látjátok, már készen van ez a fehér oldal. Akkor most jön a másik, ahol ezeket a középeket kell stimmeltetni, úgymond. Most oda menjünk a sárga oldalra, látjátok, és itt vannak ezek a középek, itt, hol kell lenni olyannak, ahol nincsen sárga, ugye citromsárga, és akkor most például itt van ez, hogy kék-narancsárga, akkor ezt odafordítjuk, hogy a kékkel szemben, és a narancsárga legyen mellette, és látjátok, most így van, ez itt van, hát, vagy itt van, itt van, és akkor most kékkel szemben van, és narancsárgával mellett van. Akkor most ezt úgy csináljuk meg, hogy látjátok, itt van ez, egy pillanat, hogy most ezt úgy csináljuk, hogy fel, ezt jobbra, ezt le, és utána bemegyünk a fehér oldalra, és behelyezzük ezeket a sárgát, ezt a fehéret. 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 Én sem nem tudok beszélni.
Mindegy, látjátok, már itt van, ezek már is stimmelnek. Akkor most jön a másik, keresünk egy, megint egy olyat, hogy kék, hogy itt van, hogy egy kék-piros, akkor kékkel szemben, és piros legyen mellette. És akkor megint ez csak így, hogy fel, balra, le, és megint úgy behelyezzük, ahogy mutattam az elején. Oké, már itt ennyi stimmel. Oké, most keresünk meg egyint olyat, hogy narancssár, vagy bocsánat, hogy keresünk egy olyat, amiben nincsen citromsárga, de kivételesen csak itt ezeken a széleken lehet, itt nem, csak itt középen. Na mindegy, folytassuk. Akkor itt van egy olyan, hogy narancssárga zöld, akkor zölddel szemben, és narancssárga mellett. És akkor megint egy ilyen mozdulattal, hogy fel, balra, le. És ugye megint berakjuk. Oké, most megint itt van, hogy zöld, piros, akkor zölddel szemben is piros legyen mellette, és akkor megint fel, balra, le. És megint berakjuk. Már csak egy kell, itt van, hogy piros, hogy zöld, zölddel szemben piros legyen mellette, és most úgy, hogy fel, jobbra, le. Oké, és megint berakjuk. Oké. Most jön az, hogy látjátok, hogy így van ez a, az a sárga oldal, és itt kell lennie valahol egy négyzetnek. Vagy így. Vagy így. Vagy akárhogy. Ahogy látjátok. És most egy olyat kell csinálni, hogy itt megfogjuk, és akkor fel, vagy fel, egy már elfelejtettem, fel, jó, egy pillanat, csak ezt még megnézem. Bocsánat, csak elfelejtettem. Fú. Én komolyan elfelejtettem, hogy... Ja, tényleg. Várj egy pillanat, csak ezt megcsinálom. Oké? Látjátok, itt van ez. És akkor fel, balra, le, és fel, jobbra, le, balra. És akkor megint behelyezzük ezt a fehéret. Oké, most itt kijött ez a négyzet. Akkor megint megfogjuk így. És akkor fel, bar, fel jobbra, le, balra. És akkor megint behelyezzük ezt a fehért. És akkor most látjátok, hogy hogyha így ilyen alakzatot kaptatok, akkor ez úgynevezett pillangó. És akkor ezt úgy kell, hogy a jobb csücsökben legyen egy citromsárga, és akkor ez egy olyan algoritmussal lehet megcsinálni, hogy fel, jobbra, le, jobbra, fel, jobbra, jobbra, le. És látjátok, kaptunk egy ilyen alakzatot, amit úgy hívnak, hogy tank. És akkor megint ennél ugyanaz az algoritmus, hogy fel, jobbra, le, jobbra, fel, jobbra, jobbra, le. És egy ilyen alakzatot kaptunk, ez a halacska. Hogy mindig úgy kell állni a halacskának, hogy ennek a négyzet alakú része, ez jobbra nézen. És így, ilyen alakzatban. És akkor ezt úgy kell megint, hogy fel, jobbra, le, jobbra, fel, jobbra, jobbra, le. Akkor most megint kaptunk egy halacskát, és akkor ezt megint úgy, hogy fel, jobbra, le, jobbra, fel, jobbra, jobbra, le. Oké, mert készen van a sárga oldal. Akkor most úgy csináljuk, hogy látjátok, hogy így van ez a Rubik kocka, és itt vannak ezek, itt középen, és ennek úgy kell, hogy a megadott szint, tudod, itt van alul ez a 3x2-es, vagy 2x3-as kis hely, és úgy kell, hogy ez a 2x3-as hely, ez most például kék, és úgy kell, hogy itt kék legyen. Úgyhogy most itt van ez a kék, ezt ide kell helyezünk, azaz így megfordítjuk. És úgy kell csinálni, hogy legalább kettő stimmeljen. És nekem most az összes stimmel. És most ott kell nézned, ahol itt van, hogy például három különböző szín van, máshol nem lehet. De nekem most mindenhol úgy van, hogy most a sárga néz feléd, és egy olyan algoritmust kell csinálnod, hogy kettőször fel, ez kettőször jobbra,
ezt megint fel, ezt a legalsót töm jobbra, ezt megint le, ezt megint jobbra kettőször, ezt fel, ezt balra, vissza és le. Most látjátok, hogy megint itt van egy ilyen, és akkor megint ugyanez az algoritmus, hogy kettőször fel, jobbra-jobbra, fel, jobbra, le, jobbra-jobbra, fel, balra, le. És látjátok, ki van rakva a Rubik kocka. Ha tetszett ez a videó, nem láttok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Tomi voltam, na sziasztok!